Nagy tisztelettel köszöntök mindenkit az Árpád nap alkalmából. Hát azt hiszem, hogy ez az egyik legfontosabb a mai világunkban, hogy megemlékezzünk tényleg a nagy uralkodóinkról, nagy államférfiainkról, különösen ugye Árpádról, hiszen az úgynevezett akadémikus történészek már szeretnék őt valahogy kiiktatni a történetírásból. Hát ugye nem tudom, hogy mennyien figyelték, még talán tavaly volt egy film az Árpád házról, ahol elmondták, hogy ez 300 év. Hát elkezdtem úgy gondolkozni, hát mondom, hát akkor Árpádot kihagyják, és a Szent Istvántól számítják az Árpád házat, ugye? Tehát ezért nagyon fontos, hogy igenis tisztában legyünk azzal, hogy kinek köszönheti az itt élő magyarság, és ugye a vele szövetséges törzsek, gondolok itt ugye az itt élő avarokra, meg egyéb, mondom, palócokra, akiket mondjuk szklavinoknak neveztek, vagy székelyeknek, vagy szarmatáknak, vagy szkítáknak, teljesen mindegy. Tehát ugye ez a Kárpát-medencében élő szkíta hun népek, kinek köszönhetik azt, hogy mai napig is ugye itt élhetnek. Hát egyrészt ugye Attila, a meghatározó alak a mi történeti hagyományunkban, másrészt pedig Árpád nagyfejedelem, aki ugye azért jön be a Kárpát-medencébe népével együtt, hogy ismét visszavegye Attila az ő ősapjának az örökségét. Tehát ugye nem csak egy úgynevezett honfoglalás zajlik le, vagy nem csak úgy bekergettek minket a besenyők, mint ahogy próbálják ugye ezt elterjeszteni, hiába születnek újabb és újabb cáfolatok, csak még mindig kötik az ebet a karóhoz, tehát azért kell nekünk tisztán látni, hogy pontosan mi történt ugye etel közben, vagy az előző szállásterületünkön, miért fontos számunkra Árpád, és milyen hagyomány kapcsolódik hozzá. Tehát a legfontosabb, amit ugye Anonymous ír le legpontosabban, ez ugye a vérszerződés hagyománya, tehát azt mondja, hogy ugye amikor figyeljünk, hogy ugye, hogy mondja, semmi besenyőkről, ilyesmiről nincsen szó. Tehát amikor ugye a magyarok Szkítiában elszaporodtak, ugye akkor a hét vezető nemzetség az ugye összeült, és hát ugye elhatározták, hogy el kell hagyniuk a területet, mert ugye túl sokan voltak, és hát ugye kínálkozik a lehetőség, hogy akkor hová is menjenek, ugye. Hát hová mehetnének, mint ugye olyan helyre, ahol korábban is már hun népek éltek, szkíta hun népek, és akiket megint egyesíteni kell. Tehát ez a legfontosabb szempont, tehát nem honfoglalás, meg kóborlás, meg vándorlás, meg ide-oda céltalan hadjáratok sorozata, hanem nagyon is egységes cél vezérli őket, tehát ha már nekik ugye nincsen maradásuk, mint a népi hagyomány, vagy a kenyértörésre kerül a sor, sokan vannak, el kell menni, akkor olyan helyre menjenek, ahol szövetségesekre lelhetnek, és visszavehetik az őseik örökségét. Ez pedig ugye a Kárpát-medence, ahol nem szláv népek, meg németek, meg germánok élnek, hanem ugye szintén szkíta hun népek tömege, de ugye egyrészt szétszórtan élnek, másrészt pedig egyes területeik, így a Dunántúl és a délvidék idegen fennhatóság alá került. És nekik ez a céljuk, hogy ezt ugye őket felszabadítsák, és megint itt megerősítsék ezt az ősi hagyományt. De hát ugye melyik a legfontosabb, vagy hogyan tudják örök érvényűre, vagy véglegesen egyesíteni a magyar törzseket? Hát nem máshogy, mint egy nagyon ősi hagyománnyal a vérszerződés révén. Ugye itt egy képet is mutatok, tehát ez már, ez a szép szkíta arany dombormű már eleve mutatja, hogy vajon honnan is ered ez a mi ősi hagyományunk. Ugye a magyarok ugye vérszerződést így ismerjük Anonymous nyomán, de hát például a magyar népmesébe vagy a magyar hagyományba vérint való testvériségnek is hívják ezt, vagy pedig a magyar jogszokásokban egészen 1873-ig ugye atya-fiúvá való fogadásnak is hívták, ez egy fontos jogi fogalom volt. Az eredetét tekintve tényleg azt mondhatjuk,
Kizárólag ugye a szkíta hun népeknél találjuk meg ezt eredeti formában. Természetesen elképzelhető, hogy más népek is ugye ezt átveszik a mi rokonainktól, és azt se tudjuk valójában megmondani, hogy ez mikor alakult ki ez a szokás, hiszen amikor már a görögök közül ugye Hérodotosz leírja elsőként, hogy a szkíták hogyan kötnek szövetséget egymással, akkor már ugye ez egy régi hagyomány volt náluk. Tehát azt mondom, hogy időben nem tudjuk. Ez egy valószínűleg nagyon ősi hagyomány lehetett, ugye arra megy vissza, hogy ugye akik nem vértestvérek, tehát akik nem született testvérek, azok úgy válhatnak testvérekké, hogy ugye egyesítik véreiket, tehát, és ez a kötöttség egyébként attól is függ, hogy hogyan állapodnak meg a felek, tehát amikor azt mondják, hogy örök időre szól ez a szerződés, vagy ez a szövetség, akkor használnak egyébként elsősorban vért, van amikor ugye tejjel is ezt szokták pótolni, van egy ilyen szokás, illetve találunk olyan vérszerződést, ami inkább valamiféle közös hadjáratra szólít fel, és akkor is köthetnek rövidebb szerződéseket. Miért is fontos ez, hogy ugye így hozzának létre szövetségeket? Gondoljunk bele, hogy még akár 100-200 évvel ezelőtt sem volt fontos az írásbeliség, a papír, ugye? Ma már mindenre szerződést kötnek, mindenhez le kell írni, hogy mit akarunk. Régen ez nem volt fontos, viszont fontos volt, hogy azok a közösségnek a legfontosabb tagjai, ugye, akik hangadók lehetnek, vagy mérvadók egy társadalomban, azok ott legyenek, és ők tanúsítsák, hogy igenis egy ilyen szerződés létrejött. Ugye valójában ugye nálunk is ez a 7 személy, ugye, akik részt vesznek, ők a hun népeknek ugye a meghatározó emberei. És hát ugye kit választanak meg? Hát nem más, mint Attila egyenesági leszármazottját, Árpádot. Ugye ezen is a nagy okos történészeink, nem tudom, hogy mennyit vitatkoznak, meg okoskodnak, hogy tehát, hogy Árpádot mi válasszák meg, meg nem tudom, hogy milyen szamárságokat hallhatunk. Hát teljesen egyértelmű a képlet, hogyha egy picit valaki belemélyed a régi magyar történelembe, vagy és megnézi, hogy a mi keleti rokon népeink vajon kikből hogyan választják meg az uralkodóikat. Tehát amíg egy nagyhatalmú, korábban szintén vérszerződésen megválasztott uralkodónak az egyenesági leszármazottja él, addig kötelesek ak közül választani, hogyha esetleg mondjuk van ugye egy családban több fiú testvér, és mindig ugye a legalkalmasabbat kell megválasztani, aki ugyanúgy ért a katonáskodáshoz, az államügyekhez, és ugyanúgy le tud vezetni bizonyos szellemi, tehát az isteneknek szóló áldozatokat. Tehát egy olyat kellett megválasztaniuk, aki mindegyikhez ért, valószínűleg ugye ezért kerül Árpádra a sor, valószínűleg ugye Álmosnak több fia is lehet, de Árpád volt ugye a legalkalmasabb. De hát azt hiszem, azon is teljesen fölösleges vitatkoznunk, hogy most akkor Álmost választották meg, vagy Árpádot, valószínűleg azért Árpádot, mert róla nevezték el Árpád háznak ugye a dinasztiát, tehát ő volt a legjelentősebb tagja ugye a késő Attila családnak. Egyébként hasonló párhuzamot fedezhetünk fel a bolgárokkal, akik szintúgy ugye Attila utódaiból választanak utódot, ők dulóháznak nevezik magukat. Ugye a régi bolgár királylistában ők is Attilától és Csabától származnak, és ők is amíg itt a ház ki nem halt, mindig ebből a nemzetségből választott. De ugyanezt megfigyelhetjük a mongoloknál, igaz, ugye ott későbbi krónikák tudósítanak. Addig ott is, amíg Dzsingisz Kánnak az egyenesági utódja élt, addig mindig felkeresték, és őt választották meg. Tehát nem a hasukra csaptak, és jaj, most kit is válaszunk, mert hát valakit kell, ez nem így működött, hanem tényleg ez egy nagyon erős hagyomány volt a szkíta és a hun népek között,
hogy mindig a legjobbat, legalkalmasabbat, legkiválóbbat kellett megválasztani. Ugye, és nem csak az volt a fontos, ugye, hogy őt megválasszák, ugye, itt Árpádra gondolok, hanem ugye biztosítani kellett azoknak a jogait és kötelességeit is, akik ugye megválasztották őt. Tehát ugye azt a bizonyos 6 embert, meg a mögöttük álló törzseknek is kellett adni bizonyos jogokat. Így már nem csak ugye egyfajta szerződésről beszélhetünk, hanem, ahogy a magyar jogtörténészek mondják, itt egy alkotmányról van szó, tehát ugye amit Anonymus leír, mint magyar vérszerződési pont, azt tekinthetjük igazából ugye a koreai magyar alkotmánynak, amelynek a pontjai tovább élnek a magyar történeti hagyományba, tehát az sem igaz az az állítás, hogy fú, most akkor ezek eltűntek és nem követhetők, meg ezt Anonymus kitalálta, tehát hallhatunk még mai napig is ilyen ötleteket, hát ezek tényleg azt mondhatjuk, hogy ötletek, vagy feltételezések, semmiféle bizonyítékuk nem áll rendelkezésre, ellenben arra, hogy ez a magyar vérszerződés, ez nagyon sokáig élt a magyar köztudatba, nem csak egyébként a, hogy mondják, a közjogba és a vezetők között, hanem, ahogy mondtam, ugye a néphagyomány is ezt a szokást, igaz, a saját kereteik között szinte a mai napig is megőrizte. Tehát ugye mind meglátjuk itt az uralkodó osztályán, mind pedig a köznépnél megmaradt. Ez azért fontos, mert ez egy nagyon, hogy mondjam, tehát ez nagyon átfogó és elterjedt szokás volt a népek között. Van, aki, tehát ugye mindig más és más célra használták. Én egyébként úgy megpróbáltam azt megvizsgálni, hogy Anonymust igazoljam, hogy vajon ugye ezek a szerződési pontok, ezek csak ugye a magyar történeti hagyományban vannak meg, vagy pedig ugye megtalálhatók más népnél is, hogy ezt most Anonymus kitalálhatta, vagy ezek tényleg olyan szokások, amelyek ugye széles körben ismertek voltak, és hát arra jöttem rá, hogy igenis ezek a szokás, tehát ezek a pontok, igaz, hogy máshol egy kicsit változóan, eltérően, de megfigyelhetők voltak ugye a hunok között, ugye a mongolok között, mandzsuk között, tehát ugye nem csak nálunk volt meg ez a hagyomány, tehát Anonymus ezeket nem kitalálta, hanem ő a régi hagyományt feljegyezte és leírta. Ez megint egy nagyon fontos bizonyító erejű dolog, hogy ez igenis létezhetett. Nem biztos, hogy hát senki nem fogja megmondani, azt hiszem a történészek közül, hogy most ez tényleg ennyi pontból állt, vagy valamit esetleg máshogy hozzátett Anonymus, de létezhetett, tehát nem lehet megcáfolni Anonymus hitelét. Tehát ezért azt hiszem a egyik legfontosabb forrásunk, ugye a Gesta Hungarorum, mindenkinek ajánlom, hogy többször is olvassuk el, éppen ezért, mert ezt a hagyományt kifejezetten ő írta le ezeket a pontokat, ugye, és ez már nem csak azt igazolja, ugye, hogy a magyar államot ugye Szent István alapította, hát ezt ugye elvethetjük, hát Szent István ugye a kereszténységet tette meg államvallása, ebbe volt ugye az ő érdeme. Viszont ugye a magyar államiságban se semmiféle reformat nem csinált, valamiféle persze közigazgatási újítást bevezetett, de sem vármegyéket nem alapított ő meg, sem pedig ugye újabb és újabb hagyomány, vagy hogy mondjam, idegen hatás nem erőltetett rá a magyarokra, kivétel ugye a kereszténység, hiszen ahogy nemrégen néhány fiatal történész már bebizonyította, itt utalnék a Hölbling Tamásnak egy nagyon fontos forráskritikai munkájára. Ő már leírja, hogy igen, mikor már Szent István kiadja ugye ezeket a rendeleteiket, leírja, hogy voltak vármegyék, voltak ispánok, tehát őket nem hozta létre, hanem ugye már amit Árpádék bejönnek és elrendezik az ország dolgát, felosztják a területeket, ő azokat átveszi. Természetesen voltak bizonyos átrendeződések, hiszen amikor ugye Koppánytól
elveszi az ispánságot, vagy a vármegyét, akkor azokat ugye újra osztja a hívei között, de egyébként ott is már a meglévő szkíta és hun hagyományra épít. Tehát már ugye ezért se nevezhetjük Szent Istvánt államalapítónak. Ha valakit már olyan államalapítónak akarunk nevezni, akkor az megint Árpádunk lehet, ugye, akit ugye megválasztanak Etel közben, vagy Hungáriában, én jobban szeretem ezt a szót használni, hiszen ugye leírják a külföldi források, latin, görög források, hogy volt egy terület, amit nálunk ugye Etelköznek akarnak eladni, Bíborban született Konstantin alapján, egyébként egy nagyon megbízhatatlan forrás, azt a területet más hitelesebb források Hungáriának nevezik, vagy Onoguriának. Ugye pont ez a Meotisztól már nyugatra lévő terület, tehát ott lehet elképzelni a Donetsz folyó környékén, tehát a neve is nagyon sokáig még Hungária marad. Miért? Mert ott éltek a hungarusok, vagy hungárok, vagyis ugye mi magyarok. Tehát ott megválasztják Árpádot, ez azt hiszem nagyon fontos, és mit tudunk még meg Árpádunkról, azt ugye, hogy maguk fölé emelik, ugye azt írja, hogy pajzsra emelik, ez megint egy nagyon fontos szokás, majd visszatérek még a vérszerződésre, csak ugye erre is beszéljünk, hogy mi fontos, ugye, hogy felemelik maguk fölé, elismerik, hogy tehát bemutatja mindenki számára, hogy elismerték, hogy ő a fő király, az uralkodó. Egyébként a Tarihi Üngürüsz egy nagyon érdekes dolgot feljegyzett Árpádról. Azt mondja, hogy azért nem lehetett Árpád király, tehát csak nagy fejedelem, mert akkor nem volt meg a korona. Az, hogy ugye hová tűnt és miért nem volt meg, ugye arról nagyon sokan már nagyon sokfélét elmondtak, úgyhogy én ebben nem bocsátkoznék bele. Minden esetre ez a nagyon régi, szintén hiteles krónikány Attilát koronás királynak említi, és ugye Árpád idején ezt írják le, hogy nincs korona, ezért fejedelemnek választják meg, ugye elismerik, de ugye nem lehet koronás fő. Egyébként volt még a magyar történelemben szintén Árpádházi, ugye, aki nem viselt állítólag a Szent Koronát, vagy nem koronázták meg. Ő is azt hiszem az egyik legnagyobb uralkodónk és szentünk, Szent László. Ő ugye azt írják a krónikából, hogy az égi koronára vágyott, de mivel ugye akkor még élt a megkoronázott uralkodó Salamon, ő pedig ugye ezért nem lehetett megkoronázni, de valószínűleg ez nem, mit sem számított a magyaroknak, nekünk, hanem ugye mi a tetteit, cselekedeteit vizsgálva tekintjük, mint Árpádot, mint Szent Lászlót a legnagyobb magyar királyok között. Tehát ez a pajzsra emelés, ez a megválasztás egyébként nem egyedülálló magyar történelemben, szintén nem kazár szokás, meg mit tudom én, miket írnak, lehet, hogy a kazárok is úgy csinálták, hát hiszen ők is egy hun népnek számítottak, hanem ez egy tényleg egy nagyon ősi, belső ázsiai visszavezethető szokás, sőt a Kaukázusban is megtaláljuk, még a Krisztus után 6.-7. században leírják, hogy az egyik albán uralkodót, őt is ugyanígy pajzsra emelték, és úgy emelték maguk felé. Tehát ez is egy régi szokás. A kínai krónikák pedig arról emlékeznek meg, hogy a hunok Észak-Kínában úgy választottak királyt, hogy heten körbeültek egy nagy nemezre, megválasztották az uralkodót, és azt ugye kerek nemezen felemelték. Tehát megint ugye ide lyukadunk ki, hogy az egész kán választás, vagy uralkodó választás, az ugye nagyon régi gyökerekre vezet minket vissza, tehát ha ugye a európai történetírást figyeljük, vagy az antikat, akkor mindig ugye szkítákról beszélnek elsősorban, a kínai krónikák pedig elsősorban hunokról írnak, tehát ők nem beszélnek a szkítákról, tehát de ugye mivel mi ugye szkítákat és a hunokat is rokonunknak tekintjük, ezért ugye nálunk
hol szkítálnak, hol hunnak, vagy pedig mind a kettőnek tekinthetjük. De egyébként ez megint nem ellentmondásos, ahogy megint próbálják ezt egyesek bebizonyítani, hiszen már a régészek is például ugye a közép-ázsiai késő ókori kultúrákat szkítálnak és hunnak mondják. Tehát úgymond a szkíta-hun kultúra. Nem tudják eldönteni, hogy most akkor melyikről van szó. Inkább így mondják, hogy ez a kettőség az ott van Közép-Ázsiában, de meg van Kelet-Európában is. Úgyhogy a mi hagyományunk ezt már ugye jóval korábban tudta, és így őrizte meg. Valójában ugye nem is népekről beszéljünk, hanem ugye mind a két nagy birodalomnak a vezetői, azok a mi őseink voltak, tehát mi ezért tartjuk mind a szkítákat, mind a hunokat ősünknek. Tehát most még egy kicsit ugye beszéltünk erről, hogy emelték pajzsra, vagy Árpádot, hogyan ismerték el. Térjünk még azért vissza egy picit, hogy hogyan is zajlik le egy ilyen vérszerződés, mert igaz, hogy nálunk ugye azért egy kicsit, hogy mondjam, anonimus szűken írja le, tehát keveset ír le magáról a szokásról, azért a keleti krónikákban nagyon szépen leírják, hogy hogyan is történik. Például a kínaiak azt írják, hogy amikor a hunok szövetséget kötnek, fehér lovat áldoznak. Ilyen érdekes, ugye a fehér ló áldozat az nálunk is megvan, ugye nálunk már csak nyomokban maradt meg, de mindenki tud róla, illetve a népmeséinkben azért megvan, tehát ne feledkezzünk meg a néphagyományunkról, illetve ugye az árpádkori temetkezési szokásokról, ott is a jelképes lovas temetkezés megvan, amikor ugye a lónak a koponyáját és a végtagjait temetik el. Ez azért fontos, a hiedelem világban azt mondják, hogy ugye megvan a lónak a koponyája, akkor végül is a túlvilágon ugye az visszaváltozik lóvá. Tehát a feje a legfontosabb, hogyha megvan a feje, vagy a koponyája az állatnak, akkor ugye a más világon újra lóvá változik. Egyébként Kálmáni Lajos is gyűjtött olyat, hogy nagyon sokáig az Alföld déli részén, Szeged környékén vagy Békésen, ott pedig ló koponyára esküdtek. Tehát ez megint ennek a szokásnak a továbbélése, de a népmeséinkben is találunk ilyet, ugye, hogy mikor elpusztítják a táltos lovat, akkor előtte mondja a táltos lov vitéznek, hogy a koponyára anyámat azt kérd el, és akkor én újjászületek, tehát ez megint ugye ide vezet vissza, tehát a fehér ló áldozat ugye ezért is fontos, az égnek szól egyébként, tehát ugye mit áldoznak, mindig a legdrágább ajándékot, hát egy ló akkoriban a legértékesebb volt, hát olyan, mint ma egy, nem tudom én, harci helikopter, vagy nem tudom minek az ára, tehát nagyon sokat fizettek érte más népek, hát igazából ma is egy nagyon jó kitenyésztett lónak, nagyon magas az ára. Tehát ez mind a mai napig így van. Hát még régen, ugye amikor az volt a legfontosabb közlekedési eszköz, akkor még drágább volt. Tehát találkozunk ugye lóáldozattal, egyébként a bolgároknál is megvan ez a fehér lóáldozat, ezt még Fehér Géza gyűjtötte össze, illetve a bizánci krónikák beszámolnak, hogy a türköknél is megvolt. A türkök egyébként szintén fontosak számunkra, hiszen ők is egy hun utód nép, tehát ne úgy gondoljunk ugye magyarokra, hogy most akkor hirtelen melyik néppel vetjük össze magunkat, hogy valami kavarodás van itt, hogy akkor most ha a türkökhöz nyúlunk, hát de miért? Hát a türkök azok valami törökök, hát de nem. Ők is ugye a hunok utódai, és ők is azokat a szokásokat őrzik meg, amit mondjuk mi, vagy a bolgárok, vagy ugye nagyon sokszor néhány szláv nép, akik ugye rátelepednek a szkítákra, igaz, a nyelvüket is ugye egy kicsi átveszik, de a szokásuk, hagyományuk azok ott is nagyon szépen tovább élnek, tehát ma, aki mondjuk elmegy Ukrajnába, vagy az oroszokhoz, és azt mondja, hogy jé, hát milyen érdekes szokást találunk, akkor ez nem mi vettük át a, nem tudom én, a szlávoktól, hanem ők is ugye ezt a szkíta-hun hagyományt viszik tovább, már egy idegen nyelvi környezetbe, mondjuk a türköknél, mongoloknál pedig azért fontos, hogy ők viszont azt a nyelvi közeget is viszik tovább, tehát ugyanazokat a kifejezéseket találjuk meg, a hagyományokat, tehát ugye az egy, hogy mondjam, rokoni környezetbe találjuk meg a hasonlóságot.
hát mindenképpen ugye tudjuk azt, hogy fehér lovat áldoznak az égieknek, mielőtt ugye egy ilyen nagyszabású vérszerződés van, hát kisebbeknél, mint mondjuk csak két törzsfő akar szövetséget kötni, akkor ugye megelégszenek kisebb áldozattal, hát akkor vagy egy hát általában kecskét vagy birkát vágnak, tehát ilyen kisebb áldozatkor, de akkor is ugye kell valami áldozat az isteneknek. Aztán ugye mi a legfontosabb, ugye az, hogy sebet ejtenek magukon, tehát megvágják magukat késsel, azt hiszem, hogy itt szép festményünk az ugye ezt is mutatja, tehát ugye sebet ejtenek magukon, és akkor ugye a vérüket belecsorgatják egy tálba, itt ugye a Bencz úr festményen pont a Nagy Szent Miklósi kincsnek a bikafejes csanakját tették oda, hát éppen azt mondják a belső mongol kutatók, hogy ez nem arra szolgált, nem erre a célra szolgált, ugyanis hasonló leletet találtak Észak-Kínában, azt mondják, hogy hát az ilyen nagy gyűléseken ezzel mostak kezet, tehát ebbe víz volt, és ugye mielőtt bementek a gyűlésre, akkor tisztálkodniuk kellett, tehát megmosták a kezüket, arcukat, hogy ugye tisztán mehessenek a többiek közé. Viszont ugye tudunk egyéb eszközökről, amir valószínűleg használtak. Egyrészt voltak ilyen nagy ivókürtök, másrészt pedig ugye volt egy nagyon különleges szokás még őseinknél. Ez igaz, ez a magyar hagyományban én nem találtam meg, lehet, hogy van. Bolgároknál megvan, illetve megvan nagyon sok belső ázsiai népnél, hogy a megölt ellenségnek koponyájából készítettek ivócsészét, ugye csanakot, és ugye abból itták meg a vérszerződésre a bort, vagy éppen valami kumiszfélét, attól függ, ugye, hogy melyik területen van ez megint, hogy milyen italfajt, tehát valamiféle alkoholos tartalmút kellett meginni, ugyanis szintén azzal áldoztak az égieknek, meg az ősöknek, tehát ezért ugye nálunk a bor felelt meg ennek, vagy a pálinka, ugye keleten pedig inkább a pálinka féléket használják, habár ugye ott is volt bor, ne felejtsük el, hiszen még a mongolok titkos történetéből is ismerjük ezt a szavunkat, hogy bor, ugyanígy bornak használták a mongolok is, majd később ugye ez elfelejtődött, tehát nem használták, kikopott a nyelvből, és már egy másik szót használtak, de még a 13. században bornak használták a bort. Hát ez valószínűleg ugye a közép-ázsiai szkíta népek vitték be a borkultúrát mind Észak-Kínába, mind pedig a mai mongol népek körébe. Kínaiaknál valami, nem tudom én, a különleges jellem, még a szőlőt is úgy írják le, hogy az teljesen idegen eredetűnek hat, úgyhogy valószínűleg, hogy hát találtak Kínában is borféléket, de az inkább ilyen, inkább pálinka-szerű volt. Tehát ezt a bort ráadásul a szkíta népek termesztették, és ők itták a mai formájában. Ezt is érdemes tudnunk, hogy a görögök is tőlük vették át, máshogy itták a görögök is, és ugye állítólag a szkítáki jobb volt, és hát ugye ezért azt használták. Egyébként még itt a csanakra visszatérve, már megemlítettem, tehát a csanak szavunk sem olyan egyedülálló. A mai napig is a mongolok például ezt az ilyen szintén ilyen ugyanolyan formájuk, mint a mi csanakunk, tehát ilyen kis állatalakos füle van, ugye ez ilyen nagy merőkanálnak használják ők sokszor, amikor készítik a nagy bográcsba a teát, vagy a ételeket, ők pedig csanaknak mondják. Nagyon meglepődtek, amikor mindig kérdezgették tőlem a egyik múzeum, hogy ez meg az micsoda, és akkor mondták, hogy ez már nem igaz, hogy ez is hasonló, hát de ennyi szavunk hasonló, de hát ne úgy képzeljük el, mint ahogy ezt sokan itt próbálják megmosolyogni, hogy hát akkor mi most a mongoloktól származunk? Nem, hanem a mongolok is ugye a hun hagyományt vették át, úgy, mint mi is azt örököljük őseinktől. Senki nem beszállt itt semmit, hiszen ugye mind rokon népekkel vagyunk tele egész Eurázsiában. Tehát ugye valószínűleg valamiféle ilyen
csészéből vagy csanakból itte meg mindenkinek közösen ugye el kellett fogyasztani az italt, és ekkor ugye örök időre szövetséget kötöttek ugye nagyhatalmú törzsi vezetőink. A hetes egyébként megint nagyon fontos, ugye egy szent szám, a boldogasszonynak a száma, tehát nagyon sok helyen a hetes szám hozzá köthető, ugye a mongoloknál Etügen alakba találjuk meg, tehát úgy hívják a mi boldogasszonyunkat, hogy Etügen, ez egyébként nem más, mint a hit szavunkkal, tehát régen ugye szókezdő H is volt a mongolba, tehát, és náluk is, amikor ugye hozzá imádkoznak, akkor vagy hetet, vagy 77-et emlegetnek, tehát ez a szám is hozzá kapcsolható, tehát nem véletlenül az sem, ugye, hogy hányan kötik meg a szövetséget, tehát mindennek ugye megvan a rendszere, tehát nem véletlenül most oda csapódik, nem tudom én hány ember, hanem ennek szimbolikus jelentősége is van a nép számára. Ugye, tehát amikor ugye belecsorgatják a vérüket, akkor ugye elmondják megint a szerződési pontokat, hogy mire esküdnek. És ekkor ugye legfontosabb, ugye, hogy mindig azt mondják, hogy Árpádot és utódait választják meg. Tehát nem csak mondjuk azt mondják, hogy egy nemzetséget választanak meg valójában, tehát ugye Árpád és utódait, tehát nem csak a esetleg ugye Árpádot, hogyha nem lenne fiúrökös, akkor az Árpádnak a testvérei közül is választhatnak. Ez a tág fogalom egyébként nagyon sokat segített az Árpádkorban, hát gondoljunk el, hány küzdelem volt, éppen melyik ág kerekedett felül, az sem volt fontos. Ugye tudjuk, hogy például Szent Istvánnak ugye magva szakadt, és helyette ugye a vazulág volt az, amelyik akik visszavitték az árpádi hagyományt tovább. Tehát ezért fontos, hogy ilyen széles körben határozták meg azt, hogy ki örökölheti a trónt. Ugye az nem volt pontosan előírva, mint a nyugatiaknál, hogy a legidősebb, ez majd később ugye kezd elterjedni nálunk is, de inkább az kit a népeknél, ugye az alkalmasság volt az, ami mindig felülírta a szabályokat, tehát aki jó uralkodó volt, együtt tudott kormányozni ugye a többiekkel, erre is találunk ugye nagyon sok példát a magyar történelemben, például ugye a Anonymus pontja azt mondja, hogy ugye akik megválasztották Árpádot, azok soha ne essenek ki az országos méltóságokból. Tehát ugye nem szabad megfosztani ezeket az embereket, akik ugye meg az utódaikat, akik megválasztották Árpádot, és hát nézzük meg, hogy mi is történik Szent István után. Az történik, ugye, hogy bejön Péter, Orzeló Péter, ugye leírják, hogy ugye ezt Istvánnak Gizella sugalmazza, hogy őt kell megválasztani, és ugye ez a Orzeló Péter ugye nem a vérszerződést megkötő törzsi vezetők utódaival akar kormányozni, hanem idegeneket hoz be, az ő barátait, szövetségeseit, és úgy próbálja meg ugye a Magyarországot, ugye akkori nevén inkább Hungáriának neveznek még mindig minket, úgy akarja ugye teljesen idegenekkel kormányozni, és akkor ugye mit tesznek a magyar előkelők? Összegyűlnek, és közösen elhatározzák, hogy behívják Vazul fiait. És azt mi, hogy tehetné meg, gondoljunk bele, egy nyugati, egy feudális uralkodó, vagy egy feudális államba a törzsi, vagy a előkelő sehogyan. Tehát ugye Magyarországon teljesen más jog van érvényben, ez pedig ugye a vérszerződés, itt mindenki tudja a pontokat, mindenki tudja a kötelességeket, és ezért tudják megtenni azt, hogy ők szépen összegyűlnek, megválasztják, és elmennek, követeket küldenek Vazul fiaihoz, ők pedig tisztában lehetnek azzal, mi jönnek vissza Magyarországra, azért, mert ugye tudják, ők is ismerik a vérszerződés pontjait, és akkor ugye tudják azt, hogy őket megválasztják, visszajöhetnek, hiszen legitim uralkodóként léphetik át majd a határt, hiszen ugye őket a vérszerződést megkötő törzsi vezetőknek az utódai hívják be.
És ugye látjuk azt is, még ugye mielőtt behívják Vazul fiait, akkor van egy rossz választás, ugye azt se felejtsük el, hogy először Abba Sámuelt akarják megtenni, meg is választották, de mivel ugye alkalmatlan lett, ezért ugye őt is ejtik, tehát ugye leváltják, nem lehet tovább az ország élén. Ugye a képes krónika úgy fogalmaz, mert hogy mindig ilyen szolgákkal, meg kikkel vette körül magát, tehát megint ő se tartja be a vérszerződés pontjait. Tehát azért mondom, hogy szépen-szépen tovább él a magyar hagyományba ez. És ugye ami még talán a legfontosabb a pontok közül, ugye az, hogy van egy befejező, egy átok formula, ugye, hogy nem elég az, hogy ugye ők elhatározzák, hogy kik lehetnek az uralkodók, hanem ugye, aki megszegi a vérszerződés pontjait, az örökké átkozott legyen. Ugye más forrásokban is feltűnik ez, hogy átkozott legyen, illetve ugye van, ahol egyből meghatározzák, hogy azt meg is kell ölni a hitszegőket. Tehát például ugye a mongoloknál, amikor Genghis Khan-nak is volt ilyen esküdt barátja, ő is ugye elárult a Genghis Khant, akkor meg kellett ölni, tehát ugye csak úgy kellett, ez volt az egyetlen egy kikötés, hogy ne folyjon a vére. Tehát meg kellett mondjuk folytani, hiszen hogyha ugye valakinek vérét veszik, akkor az meg vérbosszúért kiáll, tehát ez is egy nagyon ősi hagyomány volt, egyébként több száz évig is egy ilyen vérbosszú ellenségeskedést szított a törzsek között, tehát ugye hát ez azzal járt, az átkor, hát az, hogy örök átok sújtsa, az például ugye azt jelentette, hogy senki nem fogadja be azt az embert, aki hitszegővé válik. Ez egy nagyon kemény törvény volt, ugye később ugye az egyházi átoknak van valami hasonló szerepe, bár ugye az ugye külső hatalmak mondják, mondjuk a pápa, azt nem fogadják el annyira a magyarok, látjuk azt, hogy kiátkozzák negyedik Henriket, ugye a német-római császárt, akkor fellázadnak ellene a németek, és le akarják tenni a trónról. Mi van az, amikor a magyar uralkodót, ugye második András átkozza ki a pápa? Hát kinevetik, mert a magyar király nem tőle kapja a hatalmát, hanem ugye a vérszerződés révén ugye a magyar nép hatalmazta fel, ugye a magyar népnek a képviselői, ugye a törzsi vezetők. Tehát ekkor ugye a pápai átok nem volt olyan fontos, inkább az a fontos, hogyha a saját emberei ugye zavarják el azért, mert valaki alkalmatlan volt, a sokkal nagyobb veszély egy magyar uralkodó számára. Egyébként miért emlegetem második András? Az ő aranybullájába találjuk meg azt az híres ellenállási záradékot, ugye, hogy az felkelhetnek ellene a nemesek, ugye ez a híres ellenállási záradék, ez pedig nem másra, ugye, mint a vérszerződésre megy vissza, tehát ekkor már ugye jogilag is, ugye, ami eddig, hogy mondjam, szokásjogban volt, tehát az is ugye mindenkire érvényes volt, ekkor már ugye törvénybe is rögzítik ezt a híres jogszokásunkat, és ez ugye nagyon sokáig tovább él a magyar történelemben, hiába a Habsburg ugye el akarják törölni, de hát ezt nem tudják, azt hiszem, kitörölni a magyarokból. Hát szerintem, ugye megyek tovább egy picit, ugye itt a magyarok bejövetele, itt van ugye a hét vezér szintén, itt pedig ezt egy kerestem egy fehér lót, aztán hirtelen megtaláltam, ugye van egy fehér ló kolostor Közép-Kínában, Loyangban. Ő szállította ugye a buddhizmusnak a szent könyveit, úgyhogy ezt ide tettem be. Igen, itt pedig ugye szintén a mongolok mai napig is így áldoznak, vagy így fogadnak barátságot. Hát itt is milyen különös, hogy pont éppen heten vannak. És ugye, hát valamiféle szent helyen itt például ugye egy obónál, vagy egy ilyen szent halomnál
végzik az áldozatot. Még egy nagyon fontos tényre azért felhívom a figyelmet, ugye, hogy hogyan is nevezzük még ugye ezt a szokást. Ugye említettem néhány formáját még. A mongol és a török népeknél legkorábban is már egy ant szót emlegetnek. Mai napig is ugye andának, antnak nevezik a barátot a mongolok. Ugye sokáig kutattam, hogy vajon ennek ugye van-e magyar megfelelője. Aztán Szent Katolnai Bálint Gábornak a gyűjtésébe találtam, ugye ő egy ilyen magyar-mongol szójegyzéket készített, és ő leírja, hogy az andát még a 19. században Tiszántúlon használták, és ott is barátot jelentett. De nagyon sok ilyen vezetéknév is van, hogy anda vagy and, tehát ezek is valószínűleg, hogy ide vezethetők vissza. Egyébként az avaroknál is volt, tehát az avarok azt hiszem Zamárdiba kerültek elő olyan szívégek, ahol ilyen kis vérszerződési esküformulákat bevéstek, és rovás felirattal, ugye ezt mindig tegyük hozzá, hogy mivel is írtak a mi avar őseink, tehát ez a formula ott is megvolt, tehát ilyen verses, ők versbe szedték, és ugye ott is megvolt ugyanúgy az átok formula, és ugye még mindig megvolt határozva, hogy mire kell esküdniük. De ugye mondhatjuk azt, hogy hát igen, szép-szép dolog, de hát, és akkor ez most így hirtelen eltűnt a magyaroknál, vagy hogy mi történt? Hát látjuk, hogy a mongolok gyakorolják, mint a mai napig, habár ott meg a buddhizmus megtiltott ugye a véres áldozatokat, úgyhogy ma már általában úgy cserélnek ajándékot, hogy egy ilyen kis piros színű szallaggal megkötik, az jelképezi a vért, és úgy megy a cserebere. Hát néhány helyen, ahol mondjuk nem terjedt el annyira a buddhizmus, ott még előfordulhat, hogy ilyen véres áldozatok vannak a Bajkál-tónál, vagy esetleg Észak-Kína egyes területein, de általában most már ugye, hát most már nem kell birodalmat alapítani, hát azt megtette nekik a nagy Genghis Khan, hasonló módon ugye, mint a mi magyarjaink, de hát ugye azért ez a szokás a nép között megvan. Tehát nálunk is megvan a magyar hagyományban, de még kifelejtettem valami nagyon fontosat, ez még a székelyek miatt nagyon fontos, azt hiszem a székely hagyomány miatt, úgyhogy majd még a hagyományt egy kicsit vissza, ugyanis a vérszerződés pontjaiban mi van? Közös zsákmányt közösen kell elosztani. És hát ugye, ha olvasgatjuk figyelmesen a krónikáinkat, akkor látjuk ugye, vagy olvashatjuk, hogy a székelyek elébe mennek Árpádhoz, és akkor szövetséget kötnek. Na hát vajon milyen szövetséget köthetnek? Vérszerződést. Tehát ugye fel kell újítani a szövetségi rendszert, és hát azt is olvassuk, hogy ugye a székelyek elmennek harcolni Pannóniába, és ott kapnak területet is maguknak, tehát itt meg miről van szó? Hát ők együtt harcolnak ugye Árpádékkal, a vérüket ontják a hazáért, ennek cserébe ők is kapnak területeket Pannóniába. Tehát, amikor jön valamelyiknek az okos ötlete a Hunfalvinak, hogy a székelyek határőrök voltak, hát egy fenét voltak határőrök, ők azért vannak ott Pannóniába, mert ők ott kaptak birtokot, tehát akik harcoltak háborúba, ez volt a jutalmuk, hogy ott külön területet kapnak. Egyébként is, hogy mi van olyan sok hasonlóság a Dunántúl meg a székelyföldi nyelvjárásban, hát teljesen egyértelmű, hát mindenhol megmaradt a hun népek, nem tűntek el a Kárpát-medencéből, hát azért van, mert hát azt a hagyományt megőrizték. Egyébként a palócok is ugye szépen ezt a régi ősi hagyományt megőrzik. Erre már egyébként többen rájöttek, köztük Jakab Elek, híres székely történész, még a 19. század végén, ő szépen ezeket pontosan leírta, sőt, utána is járt, elutazott ezekre a területekre, és igenis kikövetkeztette azt, hogy hát a Göcsejbe, meg a palócoknál is, ugye egyrészt ugye Göcsejbe, hát itt voltak ezek a pannóniai székhelyek is, de a régi hun hagyomány is tovább élt ezeken a területeken, és egyetlen egy hely van, ahol tényleg ott se határőrök voltak a székhelyek, hanem őket kérték meg a magyar uralkodók, hogy
harcoljanak az északiak ellen, a csehek, morvák, vagy az osztrákok elődjei ellen, ugye ott nagyon sokféle nép volt még a Habsburgok előtt, vagy dinasztia, és amikor ugye ők is már ott megharcolták, amit kérte az uralkodó, akkor ő meg a Vág völgyé beletelepítette őket. De ott se határőrök voltak, hanem birtokot kaptak azért, mert hogy ott harcoltak a király oldalán, tehát mondom, ezt a határőr dolgot, ezt mindenki verje ki a fejéből, aki még nem tette, mert ez egy nagy szamárság. Hát természetesen egyetlen egy forrás nincs, én most direkt megnéztem, hogy mit írt a Hunfalvi erről. Hát azt írta, hogy van 1222-ben, ugye, pont az aranybula idején a szászok kapnak egy kiváltságlevelet, és akkor abban benne vannak a besenyők, mint ugye határőrök. Na, és Hunfalvi megemlíti, hogy biztos hasonlók voltak a székelyek is, vagyis ők is határőrök voltak, biztos, szerinte. Na, és ebből ezt kreálták, hogy mindenki erre hivatkozik, hogy hát de hogy a székelyek ugye határőrök voltak, hát nincs egyetlen egy bizonyítésem, csak valaki ezt gondolta. Na. Tehát azért mondom, hogy szintén a vérszerződés, hogyha meg a régi magyar hagyományt jól alaposan megismerjük, és elkezdünk gondolkozni, hogy ugye miért történt ugye a magyar történelemben, mindenre szépen rájöhetünk, tehát minden valamiért logikusan történhetett, nem pedig azért, nem pedig ilyen véletlenszerűen, meg hogy éppen mondom, valakik üldöztek valakit, vagy jöttek újabb és újabb hullámok, hát egyáltalán erről szó sincs. Tehát még, hogyha azt nézzük, hogy Árpád ugye minden néphez, ugye, akik itt éltek, mint szövetségesekhez, mint követeket küld, és majdnem azt látjuk, hogy nagyon kevés az a csata, amit megvív itt a Kárpátokba, inkább ugye a délvidék az a terület, ahol meg kell harcolni, illetve Pannónia, hiszen ugye azok a rokon népek élnek idegen fennhatóság alatt, és akkor, hát illetve ezek a népek, a morvák, akik szintén délen élnek, ugye nem északon, mint ahogy egyesek azt mai napig állítják, tehát ő tőlük fél néhány szkíta nép, ugye ezek a szklavinok, akiket mindig direkt a szlovénnak emlegetnek, holott azok a székelyek, vagy a szkítáknak a neve, ez a szakala, szklavin, ez mind a szkíták eltorzított változata, akik igenis itt élnek még Árpád bejövetelekor, és ugye ők szeretnének szövetséget kötni Árpáddal, de félnek ugye az idegen hatalmaktól, hogy mi történik velük, hogyha ők ugye azonnal Árpádhoz csatlakoznak, de amint ugye Árpád legyőzi a morvákat, azután ugye megnyílik a lehetőség arra, hogy ugye ők is itt egyesüljenek Árpáddal. Érdekes ugye, hogy pont ez a morvák, a szvatopluk, ők az ellenség, tehát őket le kell győzni, tehát el is zavarják őket. Ugye Nándorfehérvár körül van egy nagy győzelem. Míg van egy másik uralkodó, egy Ménmarót nevű, ővele pedig azért akármilyen ellenséges is előzőleg Árpádékkal, végül ő is behódol Árpádnak, Árpád meghagyja az életét, sőt ugye Ménmarót felajánlja a lányát, hogyha ugye meghal, akkor kerüljön ugye Árpádhoz a terület, illetve itt már látunk egy olyan módszert, ami majd később a mongoloknál is megvan, ugye, hogy megerősíti, nem csak vérszerződés plusz házasság révén erősíti még meg a kapcsolatokat. Tehát ez is divat volt, hogy akkor ugye már többszörösen a kötelékeket erősítik. Tehát ez is nagyon szépen megvan a magyar hagyományban, és tudjuk, hogy ugye Árpád Zoltához adja feleségül, vagy adja, tehát Zoltához adja ezt a lányt, és akkor így az a terület, ezek a bihari részek, ezek ugye szintén így kerülnek ugye az Árpádok tulajdonába, amit ugye ők majd később tovább adományoznak. Tehát akkor még egy kicsit itt a magyar hagyományokról, ugye, hogy akkor mit is őriz meg a magyar hagyomány. Látjuk, hogy ismert volt az anda szó, tehát ez is.
mondom, ez az egyéb kifejezések is utalnak erre. Találunk a népmesében is ilyen fordulatokat, hogy vérszerződést kötnek. A Kálmáni Lajos ilyet is felgyűjtött ott az Alföld vidékén. Ugye pont ezt, hogy vérszerződéssel kötnek barátságot, akkor ugye van egy nagyon régi szokásunk, ez a komaság intézménye, tehát ez is ugye ennek a továbbélését jelenti, ugyanígy, ahogy ahogy mondtam a mongoloknál, ugye, hogy inkább már ajándékozás van a vér kiontása helyett, ugye a komázási szertartásban is ugye ez jelenik meg, tehát ugye ajándékokat cserélnek, illetve ugye a komatálat visznek ajándékba, amit szépen díszítenek szalagokkal, kendőkkel, és úgy adják át. Itt a néphagyományban az is meghatározó, hogy ugye fiúk csak fiúkkal, lányok meg lányokkal kötnek szövetséget, ez ugyanúgy, mint a keleti rokon népeinknél is, ugye ott is ugye a fiú fiúval, a lány meg lányjal köt szerződés. Még a 19. században egy orosz utazó, Potanin, azt is feljegyzi az Ordoszban élő mongolokról, hogy ezt arra is felhasználták, ezt a vérszerződést vagy andaságot, hogy akik olyan lányok, akik állandóan veszekedtek egymással, összebékítették őket, tehát volt egy kis szülői ráhatás is, hogy nem csak önként, de hogy akkor ők most jó lenne, hogyha vérszerződést kötnének és barátkoznának, és ne ellenségeskedjenek egymással. Egyébként Kálmáni Lajos azt írta erről, hogy ez a magyaroknak nagyon is hogy jó és hasznos szokás, mert úgyis mindig ugye civakodnak egymással, tehát nekünk is jót tett ez a vérszerződés, érdemes lenne feleleveníteni, ha bár ugye ez a régi koma hagyomány, ez azért még valamennyire él, ha bár ugye már, hogy mondjam, sajnos kibeszőben van, még azért néhány csökevénye megtalálható. Például ugye Erdélybe, Székelyföldön az is szokás, hogy ugye a keresztülőket hogyan választjuk ki. Ma már teljesen egyértelmű, hogy családtag vagy rokon legyen. Régen ugye a komák lettek a keresztülők is egybe. Tehát ugye ez az ősi vérszerződés, hogy akkor még jobban erősítsük meg a kötelékeket, és ott is olyan komaság volt, ahogy is hívják ezt a lógókomának, azt hiszem úgy hívják, hogy ugye nem házaspár házaspárt választott, hanem a lány komája lett a keresztanya, a fiú komája meg a keresztapa, tehát ugye akár két családdal kerültek kapcsolatba, na ez még él Székelyföldön. Ma már nálunk ez hát biztos néhány területen még megvan. Mondom, sokkal elterjedtebb az, hogy inkább valami rokont kérünk fel arra, hogy legyen a keresztülője a gyereknek. A székelyeknél, főleg a bukovinai székelyeknél még azt hiszem, hogy a 60-as években is gyűjtöttek fel igazi vérszerződési szokásokat, tehát ott nem veszett ki, nem alakult át ajándékozásá, vagy ilyen jelképes cserévé, hanem ugye ott megmaradt az, hogy megint így a vérszerződéssel válnak baráttá, tehát ugye az legősibb hagyomány maradt fenn ott a székelyeknél. Mondom ez, és ráadásul ott is ugyanilyen fogadalmat is tette, tehát sok helyen már ez a fogadalom, az, hogy mire kötünk szövetséget, ez eltűnik, de ugye néhány helyen azért még a Kárpát-medencében megmaradt. Hát én is mindig azt mondom, hogy amit tudunk, mert ugye ahol nem volt ilyen néprajzi feltárás, vagy nem figyelt oda valaki, vagy nem akarta lejegyezni, ugye arról a területről nem tudunk, de hát elképzelhető, hogy egyszer csak valaki elmegy Kárpátaljára, Felvidékre, és ott bizonyos területeken ezek még élnek, csak mi nem tudunk róla, tehát mindig úgy kezeljük a kérdést, hogy jelenlegi ismereteink szerint, aztán
nagyon sok olyan terület van a, szerintem még a Kárpát-medencében vagy Csángóföldön, ahol ezek a szokások élnek, a hagyományt felélesztik, életbe tartják, de ugye mi innen nem értesülünk róla, és hát ezekre hiába van az internet, nem fogják feltölteni a hagyományukat, mert minek, mikor számukra olyan egyértelmű például, ugye ezzel is találkozhatunk, hogy sokszor valami annyira egyértelmű számunkra magyaroknak, hogy nem vagyunk arra olyan nagyon, hát nem biztos, hogy ezt akarjuk elmondani magunkról. Hát például itt a mongol vérszerződésre én is úgy jöttem, vagy úgy hallottam, hát olvastam a krónikákban, de hogy ez mennyire fontos, ez is egy beszélgetés révén derült ki, amikor az egyik mongol tanszékvezetőmmel, azóta legjobb tanárom lett, volt Bátor tanár úr, hát ő úgy leültetett egyszer, azt mondja, na hát akkor beszélgessünk. Kérdezte, hogy na hát akkor hogy vannak ezek a magyar hagyományok, és amikor ő így rákérdezett, ugye ami nekik fontos mongoloknak, országgyűlés, kánválasztás, ugye, és akkor jött a vérszerződés, azt mondja, na és akkor a magyaroknál hogy van? És akkor elmeséltem, hogy nálunk hogy van. Azt mondja, nálunk is így van. Tehát azért mondom, hogy így derülhetnek ki ezek a szokások, és ott is ugye kiderült, hogy itt a, mondom, ezeknél a szent helyeknél, vagy szent halmoknál, itt ezeknél az obóknál, még úgy hívják, hogy obó, itt például ugye mind a férfiak, sőt régen a betyárok is például itt kötöttek vérszerződést. Azt pedig úgy hallottam, hogy ugye elmentünk egy nagy mongol körútra, és amikor megérkeztünk pont egy ilyen nagyon híres szent halomhoz, akkor ott az egyik helyi mongol mesélte el, hogy na hát, itt kötöttek vérszerződést a betyárok. Tehát ugye náluk is megvolt ez a fontos kötelék, úgyhogy ez pedig, tehát minden vidéknek ugye meg van ez a nagyon ősi hagyománya, sőt, amikor ugye a mongolok függetlenednek Kínától 1911-ben, akkor pedig ugye ott is ugye szerveznek csapatokat, és az egyik mongol hadvezér, és például ezt a régi szokást eleveníti fel, és így próbálja ugye minél nagyobb egységbe tudni a katonáit, hogy ugye ők is ott vérszerződést kötnek. De egyébként, mikor kezdtem nyomozni, hogy mondom, a mongoloknál mennyire van meg, mennyire ismert ez a szokás, akkor addig-addig kutattam, hogy elém hoztak egy mongol eposz kutatót, és ő pedig azt kutatta, hogy a legősibb mongol eposzokban hogy marad meg a szokás. Érdekes módon, hogy ott annyira megőrződött a véres háborúknak a története, amikor ugye egymásnak esnek a mongol törzsek a nagy birodalom bukása után, hogy ők elsősorban már úgy emlékeznek a vérszerződésre, mint valami fontos katonai szövetség megkötésére, tehát ők ezért ugye késeket, bárdokat, kardokat mártanak bele még az edénybe, amiben ugye beleöntik a vérüket, és akkor ugye erre, tehát szövetségre, hogy ne árulják el egymást, ugye erre van a legtöbb eposzba a vérszerződés, de azért ugye mégis megőrzi számunkra, hogy létezett, és ugye nem csak nálunk, hanem ott keleten, az ottani hun utódnépeknél is fontos, megmarad ez a régi hagyomány. Tehát nekünk mindenképpen azért azt hiszem a legfontosabb, ami, hogy mondhatnám, legősibb forrásokkal alátámasztott hagyományunk, tehát ezt mindig tartsuk az eszünkbe, tehát hiteles történeti hagyományunk, ezt hangsúlyozzuk mindenki előtt, hogy nem kitalációk, vagy valaki megírták, persze, hogy valakinek meg kell írni, hiszen hát ugye ezeket a királyi udvarban ismert történeteket, ezeket le kellett valakinek jegyezni. Természetesen vannak benne olyanok, amikre mondjuk jobban emlékeznek, tehát ugye, hát amilyen az emberi emlékezet, mindenki más tart esetleg fontosnak, jelentősnek, tehát van olyan történet, amiről mondjuk csak
az egy-két mondatba ír a krónikás, akkor van, amit ugye annyira fontos volt, itt például Abba Sámuelre utalnék megint, ugye ott még azt is leírják, hogy ugye mennyire jól megmaradt a holttest, amikor áthelyezték, ezen is meglepődtek, hogy begyógyultak a sebei, tehát akkoriban valószínűleg ez egy nagyon fontos hagyomány volt. Tehát azért esetleg mondjuk a többi krónika, a Kézai vagy a Képes krónika azért nem ír a vérszerződésről, mert ők annyira nem tartják ezt fontosnak, de viszont ugye a pontoknak a továbbéléséről mindig tudósítanak. Anonymusnek valószínűleg ugye egy jogvégzett ember lehet, és neki viszont ez volt a legfontosabb. Ugye egy, ahogy nézzük meg ma is a nagy kutatókat, idézőjelbe tesszük azért, tehát a történészek az akadémián megpróbálják letagadni, hogy egyáltalán volt ilyen, hogy vérszerződés, mindenféle elméleteket gyártanak, hogy hogyan lehetne ezt valahogy kimagyarázni, hogy Anonymus ezt kitalálta. És mit mondanak ugyanott a jogászok, de az, hogy ez mennyire fontos aktus volt a magyarok számára. Tehát ugye egy jogász tisztában van azzal, általában főleg egy jogtörténész, ugye, hogy ez mennyire fontos. Talán ez az a hagyománya magyar történetírásban is, ami jogtörténészeknek, ami ugye még legjobban a magyar hagyományok továbbélését segíti. Hát ezt mondjuk Deák Ferencnek is köszönhetjük, aki ugye, amikor elkezdték a Hunfalvi és társai ugye rombolni a történetírást, a néprajzot teljesen át akarták írni, akkor ugye a Szent Korona és a régi magyar jogrend ellen is elkezdték az áskálódást, de akkor annyira féltek Deák Ferenctől, aki ugye megírta erre a választ, tehát abba ugye nem mertek belekötni, és azt ugye békén hagyták egy ideig, aztán majd később ugye látjuk, hogy megpróbálták azt is teljesen elvetni a történeti jogfolytonosságunkat, de ugye az már csak jóval később szenvedett sorbát, míg ugye az akadémián ez a honfalvi vonal annyira diadalmaskodott, hogy ugye, hát ez ugye az osztrák ügynököknek is volt köszönhető, azt azért mindig tegyük hozzá, akik úgy szervezték be oda a tagokat, hogy előbb-utóbb többségbe kerüljenek. Így hát bizonyos területeken engedték csak meg a kutatást, így például a régi etnográfiába, tehát a néprajzosok azok még valamennyire publikálhatták, így például a Kálmáni Lajosnak is ott engedtek teret, hogy legalább közreadja az ő gyűjtéseit, tehát így megmaradt azért néhány ilyen régi feljegyzésünk, amiket még ő gyűjtött ugye az állomás helyein. Hát, illetve ugye mondom néprajzi egyes szinteken ezt engedték, bár ugye azt azért hozzá kell tenni, hogy nem nagyon szeretik, hogyha összevetik a mai hagyományokat, meg a régi történeti hagyományokat, tehát egy-két ember úgy megpróbál célozgatni csak erre a komaságra, de hivatalosan senki nem merte ugye ezt így kimondani, hogy ugye ez is ide tartozik, ami vérszerződésünk továbbélése, hát kitaláltak egy jó fogalmat erre, hogy műrokonság, tehát így meg lehet azért találni. Illetve van egy nagyon fontos könyv, a Tárkány Szűcsernőnek a könyve, a magyar jogszokások, azt hiszem, lehet, hogy nem idézem, magyar népi jogszokások. Valaki ezt teheti, azt mindenképpen vegye meg, az egy nagyon kiváló mű. Na ő például szépen ezeket összeszedte, és ő utal arra, hogy ez milyen fontos jogi fogalom volt, egészen ugye az új polgári törvénykönyv életbe lépéséig, ami ugye a kiegyezés után 1873-ba lépett életbe, tehát ugye régen ő le is írja például, hogy addig ugye a vértestvérek is örökölhettek. Tehát ez még azért is volt fontos, és ugye ez az atya-fiúvá fogadásnak a hagyománya pedig ugye ez meg azt őrizte meg, ugye, hogy nem arról van szó, hogy ugye valaki apát akart keresni, hanem ez egy nagyon ősi kifejezés megint, hogy hogyan szólítják egymást azok, akik ugye megkötik a szerződést. Tehát ugye az idősebbek, vagy esetleg azok,
Tehát volt egy olyan hagyomány is, hogy ugye például ugye valakinek a szülei kötöttek egy vérszerződést, ugye valakinek meghalt az apja, akkor a másik ugye az örökbe fogadhatta, vagy ő is fiaként nevelhette fel. És ezért hívhatják, ugye, tehát ezért ő is apának szólította az apjának a vértestvérét, és ő pedig fiának szólította. Egyébként ugye a szokásos elnevezés, amit már szintén kezd kiveszni a mai hagyományokból, hogy ugye vagy bátyámnak, öcsémnek nevezik, nővérnek, húgnak, tehát ez még ugye régen mennyire divat volt Magyarországon, most már ez is kezd kihalni, tehát teljesen eltüntetik ezeket a szép jelzőket, hogy valakit bácsinak, néninek ugye szólítsanak a gyerekek, tehát ezek a régies kifejezések a vérszerződésben is nagyon fontosak voltak. Meg hát ugye nem csak ugye szólítgatták őket apának, fiúnak, tehát ugye, hanem például aki ugye elvesztette a szülőt, az apját vagy az anyját, ugye akkor a vértestvérnek vagy annak kellett felnevelni a családot, és ugye vigyázni annak a fiúnak vagy lánynak az örökségére, és azt, amikor nagykorú lesz, akkor vissza is kellett adni. Tehát még ugye azt mondhatnánk, egy ilyen régi szociális háló volt ez a vérszerződés. Egyébként például Genghis Khant, gondoljuk el, pont egy ilyen mentett meg attól, hogy teljesen elszegényedjen. Ugye az ő apját a tatárok megmérgezték, és amikor ugye vissza kellett menni, tehát elvitte lány, tehát az, hogy feleséget szerezzen, már ugye meg is kötötték a szerződést, vagy a szövetséget, hogy akkor ott hagyja az egyik törzsfő lányánál, akkor ugye hazafelé menet megérkezik az apját, teljesen elárvul, akkor vissza kell hívni onnan, tehát már ugye nem biztos, hogy elvileg, hogy megkaphatja azt a lányt, akit kinéztek neki, és akkor ugye teljesen szegény sorba kerül ez a híres nagykán. Hát azt írják, hogy horgászni, meg halászni kell, hát a mongoloknak nincs nagyobb szégyen, mint hogy ilyen feladatot végezzenek. Hát ugye náluk a birka, a kecske, a ló, ezek azok, amik a gazdagságot jelentik, akinek horgászni kell, mert az tényleg a szegénység náluk. Úgyhogy, és akkor mégis a lány családja menti meg ugye az életét, amikor úgy dönt az apa, hogy hát azért mégis hozzá adja a lányát Temüdzsinhez, akkor még nem Genghis Khan, és ezzel egyébként ő segít a legjobban vele, hát egyrészt nagykorúsítja, tehát ugye házassággal lehet régen nagykorúsítani valakit, illetve ugye gazdag hozományt ad, amivel ő már el tud menni az apja volt andájához, vagy vértestvéréhez, és akkor ő viszont ugye visszajuttatja az apai örökségbe. És ők is egyébként úgy hívják egymást, hogy apa és fiú. Tehát ez is érdekes, hogy ugyanaz, mint a magyar hagyományban, hogy így szépen megtisztelik egymást, tehát, és ugye hát nem csak így hívják, hanem ugye hogy a rendes magyar beszédben is ugye meg kell tisztelni az idősebbet azzal, hogy hogyan szólunk, milyen szavakat válogatunk, és hogyan szólítjuk meg őket, nem például mindenféle szlengekkel kell ugye beszélni egy idősebb vagy egy tisztelt emberhez. Érdekes ugye, hogy ez mennyire megvolt még, hát még mikor én kicsi voltam, ugye mondhatnám, akkor is ez még azért csak-csak megvolt a hagyományban. Ma már ez ugye teljesen kiveszőben van, ez a tegeződés, ez meg aztán teljesen ugye elkorcsosította a nyelvünket, viszont keleten ez nagyon szépen még megmaradt. Tehát például hát akár a törököknél, türk népeknél, Közép-Ázsiába, Mongóliába, ennek megint nagyon komoly hagyománya van, tehát nem lehet csak úgy letegezni valakit, tehát főleg egy idősebb embert, a családtagot sem egyébként, de hát ezek a tiszteleti formák is ugye nem csak azért vannak, mert hát minek használni, semmi értelme nincs, hát nem így gondolkoznak, hanem tényleg így egymást megtisztelve, tehát hogy mondjam, mindenki a jóra akarja másikat sarkalni, illetve ugye
akik már valamivel, valami szövetséget kötöttek egymással, azok pedig különösen is vigyáznak, hogy meg ne sértsék egymást, és hogy ugye mindig is barátságos viszonyt ápoljanak. Egyébként még valami, egy fontos dolgot mondok, aztán befejezem, mert lassan idő van. Igen, hogy például ugye nálunk mennyire divatba jött a káromkodás, tehát ez is ugye ez átok szó, tehát szitok szó, átok szónak mondják, és ugye azt mondta az egyik táltos barátnőm például, aki sokat káromkodik, az meg is betegszik, tehát ugye nem csak hiába mondja másokra esetleg, annyit használja, hogy saját testét is ugye megbetegíti, úgyhogy ezeket is nagyon ritkán volt szabad használni, tehát itt is ugye ez átok formula van a vérszerződés végén, de ezt is nagyon ritkán, csak indokolt esetben szabad használni ezeket, mert ugye ez visszaüthet. Ő egyébként elmondta, hogy nagyon sok beteg, fiatal, főleg fiatalok járnak hozzá, mert sokat káromkodnak, és akkor az előbb-utóbb megbetegíti őket, úgyhogy neki ezeket is el kell mondani, tehát ezeket a tanításokat, hogy ugye miért kell ugye visszanyúlni a régi ősi hagyományunkhoz, tehát ezeket ne úgy kezeljük, hogy hát micsoda szamárságok, meg butaságok, meg hát, jó, hát persze, hát régen volt, hát mit tudtak azok régen, de azt hiszem, hogy sokkal nagyobb bölcsességeket őriztek meg, ami akár szüleink, nagyszüleink is, mint ugye, amit most próbálnak a médián, meg egyéb csatornákon keresztül ránk erőltetni, tehát úgy, ahogy minden szokásunk, azt mondhatnánk, mindennel összefügg, tehát, és egy ilyen nagyon kerek egész életmód beli szokásrendszert alkot, mert nem csak a hitvilág, az életmód, ezek mind teljességet alkotnak számunkra, ezért ugye egy-egy hagyományunkba, hogyha egy kicsit belemélyedünk, akkor megismerhetjük a mi régi, igazi hagyományunkat, és ezt mindenkinek, hát gondolom, akik itt vannak, a jelenlevők, nem kell külön hangsúlyozni, de azért próbáljuk meg másoknak is mindig segíteni, amennyire hagyják persze, és azért ezeket így mondjuk el, hogy igenis, minek mi az értelme, miért fontos, azért, hogy egyrészt másokon segítsünk, megőrizzük az egészségünket, és ugye, hát úgy mondhatnánk, hogy testi és lelki egészségünket. És hát ugye mindig, amit viszont szerintem mindannyiunknak be kell tartani, az, hogy őseinket mindig úgy tekintsünk őseinkre, mint a legnagyobb szentjeinkre, hiába az most nem volt szenti avatva hivatalosan, vagy volt, azt hiszem ez számunkra teljesen mindegy, hiszen, ahogy mondtam az előadás elején, Árpád Attila után azt hiszem második helyen áll a magyar történelemben, úgyhogy az ő tetteivel, cselekedeteivel, hogyha megismerkedünk, akkor sokkal reálisabban láthatjuk magunkat és az előttünk álló teendőket, hiszen gondoljunk bele, hogy ő milyen nagy tetre készült, milyen nagy cselekedetet hajtott végre, úgyhogy amikor talán valami nagy dologra készülünk, ugye, akkor jusson ő eszünkbe, hogy ő bátran nekivágott, eljött, és ugye egyesítette az itt élő hun és szkíta népeket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmüket. Köszönöm.